Az egyik országos napilapban nemrégiben aggasztó hírek jelentek meg az iskolai pszichiátria állapotáról. Önöknek persze nem az a feladata, hogy a közoktatási pszichiátriát vagy az egyéb szakszolgálatokat figyelemmel kísérjék, de érzékelnek-e abból valamit, hogy ad-e egy romlik a gyerekek mentális állapota, a közoktatásban részvevő gyerekek mentális állapota, ad kettő, egyre kevesebb pszichológus jut egy gyerekre. Hogy ennek van-e valamilyen következménye az önök számára? Igen, hát ez valóban nekünk egy részterület, egy határterület a mi munkánknak, akik ugye azzal foglalkozunk, hogy a pszichiátriákon történő jogsértéseket kivizsgáljuk és feltárjuk. De tény, hogy szülők, pedagógusok nem egyszer kerestek már fel minket azzal, hogy ugye a gyermekkel volt valami probléma, küldjék a gyerek pszichiáterhez vagy sem, vagy egyáltalán informálódni szerettek volna a témában. Tehát ilyen tekintetben végül is kapcsolódik a munkákhoz. Most az, hogy romlik-e a gyerekeknek a teljesítménye az iskolában, ez nem is annyira az én véleményem, mert erről vannak nemzetközi trendek, kimutatások, ugye ezt szokták tesztelni, és sajnos ez a helyzet, hogy világszerte úgy tűnik, hogy bizony romlik ez az iskolai teljesítmény, hogy ez minden tudható be, hát ez sok mindenre lehet visszavezető, hogy nem is mennék ebben nagyon bele. De azt gondolom, hogy azért köze van a dolognak ahhoz, lehet köze hozzá, hogy ugye az utóbbi évtizedekben egyre jobban terjed az a tendencia, hogyha a gyereknek problémája van az iskolában, a magatartásával, vagy a tanulásával, akkor nem az történik, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi okozza neki, hanem rakjunk rá egy címkét, mondjuk azt, hogy ő ADHD-s, vagy azt, hogy hiperaktív, és akkor ezzel a dolog el van intézve, arra meg valamilyen protokoll rendelkezésre áll, amivel azt kezelni szokták, de hát a saját tapasztalataink szerint ezek olyan nagyon sokkal nem visznek közelebb a megoldáshoz, főleg akkor nem, ha mondjuk a gyereket gyógyszerezik. Tehát az biztos, hogy ezek legalábbis nem segítik elő azt, hogy az iskolai teljesítmény javuljon. Na most a pszichológusok, iskolai pszichológusok amiatt panaszkodnak, hogy érzékeik a problémát ők is, és látják, hogy ellátásra szorulna egy-egy gyerek, de nincs hová küldeni őket, tehát tehetetlenül állnak a probléma előtt, nem tudják megoldani, azzal együtt, hogy persze egyre kevesebb idejük jut, mert egyre kevesebben vannak egy-egy gyerekre, és a vidéki iskolákban nem is igen jutnak el pszichológusok. A probléma az ismert, de a megoldás az nem, és ennek az szokott lenni a következménye, ugye, hogy pszichiátriák kapják az igen súlyos eseteket, és ott viszont előfordulhatnak már szintén előre nem tervezett lépések, nem? Igen, hát a kapacitás hiány, a személyzet hiány, ez ugye az életnek jelenleg elég sok területén jelent problémát, itt Magyarországon mindenféleképpen, így az egészségügyben is, erről viszonylag sok szó esik, sőt, hát elég régóta esik szó, és hát ez tényleg egy létező probléma. Én azt gondolom különben, hogy a gyerekeknek az iskolai problémái azért egyáltalán nem csak egészségügyi jellegű problémák, tehát nincs arról szó, hogy ezt egy orvosi kérdésként kell kezelni, mert ezeknek ezerféle oka lehet. Erről csináltunk már beszélgetéseket, és mi is sokfelé igyekszünk az ezzel kapcsolatos információkat eljuttatni és megosztani a nagy közönséggel, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy és hogyha erre kellene valamit mondani, hogy mi lenne a megoldás, én hosszabb távon mindenféleképpen azt mondanám, hogy olyan központokat kellene indítani, fölállítani, amelyek, hát ha úgy tetszik, divatos szóval élve, holisztikusan vizsgálnák a gyerekeknek ezeket a problémáit, tehát nem ragadnának le azon, hogy neki most valami az agyával van valami eltérés, vagy hogy most akármi a magatartása ilyen vagy olyan, hanem megnéznék az egész gyereket. Összesokot megnézni. Igen, ténylegesen utána járni, megnézni, hogy mi váltja ki a gyermeknél ezeket a kellemetlen megnyilvánulásokat, és akkor azt orvosolni, és ez, ahogy mondtam, sokszor nem orvosi kérdés, feltétlenül lehet bármilyen szociális, társadalmi, családi, lehet egészségügyi is, erről ugye esetleg már szó. Tehát én azt gondolom, hogy valójában ezeknek a gyerekeknek nem arra lenne szükség, hogy pszichiáterhez küldjék, nem okvetlen arra, hogy pszichológushoz küldjék, hanem hogy egy olyan helyre, ahol rendelkezésre állnak erőforrások, szándék, figyelem arra, hogy megnézzék az egész szituációt, amiben a gyerek benne van, és abból bogozzák ki, hogy tulajdonképpen hol van a probléma gyökere. Most tartok tőle, hogy az ilyen kivizsgálások, ha lennének is, többsége oda a szociális problémákban gyökerezne, tehát, vagyis ott végződne, tehát az általános elszegényedés, az életminőség romlása, az életszínvonal romlása biztos, hogy befolyásolja a gyerekek mentális állapotát is. Ez egy feltételezés részemről, de nem tudom, hogy meg tudja cáfolni esetleg ezt a dolgot.
Hát lehet ez is, de azért nagyon sokféle esettörténettel találkoztunk már olyanokkal is, amit nem is gondolna az ember egy olyan gyermek esetében, amikor például a gyereket azért bélyegezték meg hiperaktívnak, vagy figyelemzavarosnak, mert szaladgált az óra alatt az osztályteremben, és aztán alaposabb vizsgálat után kiderült, hogy nagyon rossz volt a szeme, nem látta a táblát, és oda kellett szaladgálni, hogy lássa, mi van fölírva. Vagy egy olyan gyereknél, aki mondjuk laktózérzékeny, vagy gluténérzékeny, és kifejezetten fizikailag rosszul érzi magát az iskolában, főleg, hogyha a szünetben megívott egy iskolatejet kiflivel, és egyszerűen fizikailag van rosszul. Tehát nem mindig kell nagyon messzire menni, és ezek a dolgok könnyen felderíthetőek, ha van, aki odafigyeljen arra, hogy lehet ilyen oka is. De természetesen lehetnek sokkal összetettebb problémák is. Itt olyan szakemberekre lenne szükség, akik mindezeket együtt vizsgálják, és így keresik meg, hogy mi a nehézség. Most nemrégében beszélgettem egy tanárral, ő is panaszkodott arról, hogy úgy érzi, hogy kevés segítséget kapnak a munkájukhoz. Tehát gyakran olyan területekre tévednek, vagy kell tévedniük, ami igazán nem egy pedagógus feladata, mert azt megkérdezi, hogy a barátnőjével sikerült-e kibékülni, de vannak ennél bonyolultabb problémák, amikor egyszerűen nem tud utána járni, nem csak szándék dolga, hanem képzettség, felkészültség kérdése is, mert nem ez a szakterülete. Tehát ilyenkor mi a teendő? Vagy hogy érzi, hogy kapnak-e megfelelő segítséget a tanárok, vagy kaphatnak-e? Hát a tanárok az utóbbi hetekben elég fókuszban vannak egyébként is, ugye, itt az országban. Igen, ez a tizedik pont mondjuk, amit nem nagyon hangoztatnak, de nekem elmondta például egy interjúban az egyik tanár. Igen. Én egyébként teljesen megéltem őket, és nem is irigylem a tanárok helyzetét jelenleg, tényleg nincsenek könnyű helyzetben, és sokszor találkoztam én is hasonló beszámolókkal már tőlük, amikor arra panaszkodnak, hogy vagy meg van kötve a kezük, vagy tényleg nem tudják kezelni ezeket a helyzeteket. De, és hát nyilvánvalóan a tanárnak is a kompetenciája tart valameddig. Van egy, ugye neki van egy adott dolga, amit neki el kéne végeznie az iskolában, és ez nem terjed ki bármire, ami a gyerekekkel előfordulhat. Ugyanakkor azért csak zárójelben jegyzem meg, hogyha visszatekintünk, és megnézzük azt, hogy mi volt egy tanár, egy pedagógus szerepe, mondjuk 50 évvel ezelőtt, ne adj Isten, 100 évvel ezelőtt, azért szerintem elég komoly különbségek vannak, mert akkoriban azon túl, hogy egy pedagógus sokkal nagyobb tiszteletben állt, mint manapság. Ráadásul én azt gondolom, hogy, és lehet, hogy tévedek, mert ezt most csak magánemberként mondom, de azért akkoriban egy tanár talán sokkal több figyelmet tudott fordítani, vagy hogy mondjam, sokkal inkább viselkedett nevelőként a gyermekkel, ugye a gyereknek a lelki világára vonatkozóan, és nem csak az volt a dolog, vagy nem csak azt tekintette feladatának, hogy leadjon egy anyagot 45 percben, aztán viszontlátásra, hanem egy kicsit azt hiszem, hogy összetettebb és bensőségesebb volt a kapcsolat akkoriban egy tanár és diák között. Legalábbis én így látom. Nem a régi nagy tanár egyénségek ellen mondom, de akkor szűkebb volt az a hatásfelület, ami érte a gyerekeket. Tehát most már nehezebb kideríteni, mitől olyan az a gyerek, a Nintendo-ban nem sikerült megnyerni egy meccset, vagy nem engedték el moziba, vagy éppenséggel bedöglött a mopedje. Vagy. Szóval, ami régebben ugye nem volt, de most már van és létezik. Ez kétségtelen. Hogy változott a világ is. Na most nem tudom, az önök szakterületére tévedve úgymond, hogy voltak olyan eseteik, amikor pszichiátrián történt valamilyen igazságtanság egy gyerekkel, hogy ismeri önöket. Tudod, egy minősített eset, mert maga a gyerek nem fordult önökhöz, mert a gyámhatóság vagy a szülő, aki ilyenkor eljárhat, de van-e ismerete ilyen esetekről? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a praxisunk tele van ilyen történetekkel, főleg azóta, hogy elkezdtünk foglalkozni ezzel a témával. Ugye említettem, hogy ez valamennyire határterülete annak, ami a mi alaptevékenységünk, de akkor jött ez az egész képbe, amikor elkezdtek minket szülők megkeresni, hogy hát a gyerekem, mert azt mondják, hogy hiperaktív, és azt mondták, hogy kezdjük el szedni ezt a gyógyszer, de nem is tudom, hogy mit érdemes erről tudni, vagy jó ötlete, stb. És akkor így kezdtünk el ezzel foglalkozni. Nagyon sok ilyen esettörténet futott be hozzánk, tényleg százával. Voltak szomorúbbak is, kevésbé szomorúak is voltak, amik jól végződtek, voltak, amik rosszul végződtek. Jól emlékszem egy esetre, ez már legalább 20 éve volt, amikor egy 10 éves fiúnak az anyukája jelentkezett nálunk, akinél nagyon furcsa tünetek jelentkeztek, a fél oldalára lebénult a fiú, és elkezdett nagyon csúnyán visszaesni a szellemi képességei terén is.
és miután alapot, ez egy rejtélyes volt, senki nem tudta, hogy ez miért. Aztán kiderült, hogy a fiú 5 éve szedett már egy ilyen pszichiátriai szert hiperaktivitásra, és egy nagyon alapos vizsgálat, amit elvégeztek rajta, azt mutatta, hogy valószínűleg ennek a mellékhatása volt ezek a megnyilvánulások, ezek a szomorúbbak. De aztán volt olyan sztori is, láttunk olyan történetet is, amikor az édesanyja nagyon karakán módon kiállta a gyerekének a joga mellett, azt mondta, hogy ő már pedig ilyen szert nem fog a gyerekének beadni, szembe ment a hatóságokkal, és végül győzött, és nem kellett az ő gyermekét belekényszeríteni semmibe. Hát ezek, tehát számos eset van, de a bemenetre mekkora figyelmet tudnak fordítani, tehát hogy mi várható ezen a területen perspektívájában. Tudnak erre készülni, tudnak-e tanácsokat adni illetékeseknek ez ügyben? Minél kevesebb legyen az ilyen gyerek. Ha van rá módunk, akkor megtesszük. Egyébként pontosan ezzel a céllal állítottunk össze egy olyan információs kiadványt, ami a témával kapcsolatos legfontosabb adatokat, dokumentumokat, információkat egybegyűjti, mert azt láttuk, hogy erre nagyon nagy igény van, és aztán, amikor ezt elkezdtük eljuttatni az érintettekhez, szülőkhöz, pedagógusokhoz, ki is derült, hogy hát nagyon nagy hasznát látták ennek. Tehát tulajdonképpen a mi feladatunk ezen a téren inkább az informálás. Persze adódnak jogi ügyek is, amikor mondjuk a hatóságok elé kell menni egy szülő vagy a gyermek jogainak a védelmében, de azért alapvetően mi a felvilágosításra helyezzük a hangsúlyt, hiszen ez az, ami hosszabb távon elvezethet oda, hogy tudjanak a szülők, tudjanak a tanárok arról, hogy mik a legfontosabb tudnivalók ezen a téren, és akkor már nem fognak belesétálni olyan fajta csapdába, amiből esetleg sokkal nehezebb kikerülni, mint ahogyan bele sétáltak. Tehát a közfelvilágosítás mindenképp a legfontosabb része ennek, azt gondolom. A legutóbbi eset is ráirányítja a figyelmet arra, hogy nem kis feladata lenne ezekben az esetekben, ki kell, hogy mondjam, a gyerekeknek, a társaknak, akik esetleg ismerik a szindrómákat, látják, hogy valaki közülük visszahúzódó, vagy furcsán viselkedő, nehezen teremt kapcsolatot, és ugye ez vezetett például most egy kisdiáknak a majdnem halálához, hát reméljük, jól van már, kiugrott Balatonfürede az egyik osztályterem ablakán a második emeletről. Tehát utólag kiderült, hogy a gyerekek tudták, hogy miről van szó, viszont nem tudták gondolni, mi a teendő. Tehát a gyerekek felvilágosítására tudnának esetleg nagyobb súlyt fektetni, hogy ha az ő szintjükön, de legalább figyeljék azt, ami történik körülöttük, és ilyen esetekhez vezethet. Persze, hát amennyire lehetőség van, azért igyekszünk ezt is. Ugye általában azért mi a szülőkkel, vagy a gondviselőkkel vagyunk kapcsolatban, hiszen ők azok, akik megkeresnek minket, és hát sokszor ugye furcsa szituáció teremt az is, hogy egy gyermek 18 éves korig nem cselekvőképes, ugye, tehát valójában ő saját maga hivatalosan nem hozhat döntést a saját dolgai felől. Más kérdés, hogy a szülő hogyan kezeli a gyermeknek a kívánalmait. De hát igen, és sőt, emlékszem egyébként néhány évvel ezelőtt a Nemzetközi Központunk készített egy olyan kis információs kiadványt, ami kifejezetten gyerekeknek szólt erről a témáról. El is fogytak már azok elég hamar, de amik a gyermeknek a nyelvezetével mutatták be, hogy mi is a helyzet ezen. Miért nem muszáj neki elfogadnia azt, hogy egy kémiai szert kell szednie, hogyha ő azt mondjuk nem akarja, vagy ilyesmi. Szóval hát persze lehet ezen is dolgozni, megadott keretek között. Most a gyermekek világnapja alkalmából beszélgetünk. Érdekelne az önök alapítványa, mit tud ebből a dologból kihozni, tehát milyen plusz energiákat meríthet mondjuk egy világnapból, amit általában félváról veszünk, átsiklunk föl, de persze most a macskák, most a gyerekek, most a koraszülöttek, most a idős emberek világnapja van, de hát a gyerekek világnapja mire kell ráirányítsa a figyelmünket? Hát úgy egészen pontosan véve ez a gyermekek jogainak a világnapja, és ez azért van, mert az ENSZ-nek a közgyűlése 1989-ben fogadott el egy olyan egyezményt, ami tulajdonképpen első alkalommal szedte össze és fektette le írásban azokat a legfontosabb alapelveket, amik a gyermekek jogaival kapcsolatban azt gondolták, hogy nemzetközileg tisztázandók vagy lefektetendők. Ezt az egyezményt ők leírták, és az ENSZ-nek a tagállamai pedig aláírhatták. Magyarország 1991-ben iktatta be az akkori alkotmányba, ugye ma alaptörvény, ezt az egyezményt, ez ma is része. Tehát Magyarországot is kötik azok a szabályok, az az egyezmény, ami arról szól, hogy milyen jogokat kell biztosítani a gyerekeknek, még akkor is, ha nem cselekvőképesek. És ugye nyilván az egész mögött a filozófia az, hogy a gyerekek azok, akiknek át kell majd adnunk a világot magunk után, akik tovább fogják vinni a társadalmunkat, a civilizációnkat.
Tehát nem mindegy, hogy ők hogyan nőnek fel, mennyire lesznek egészséges, jólelkű, hatékony felnőttek. És hát ugye ez a gyermekkorban dől el, hogy mi az, amit ők megélnek. Tulajdonképpen ez szolgálja, azt gondolom, ez a gyermekjogi egyezmény. És hát azért is igyekszünk felhívni a figyelmet, amikor ez a gyermekek jogainak a világnapja van, ami egyébként november 20-a, mert ugye ennek az egyezménynek több különböző pontja van, ami összefoglalja, hogy mi a gyermekekkel kapcsolatban az álláspont. És van egy olyan része ennek, amelyik arról szól, hogy biztosítani kell a gyermeknek a szükségleteit az egészséges testi és lelki fejlődésükhöz, például megfelelő táplálék és egészségügyi ellátás biztosítása, vagy az alapvető oktatáshoz való jog. És ugye az egészségügyi ellátás biztosítása, és itt egy nagyon-nagyon faramúci helyzet tud kialakulni, amikor egy gyermeknek azt mondják, hogy hát ő hiperaktív, és meg kell kapnia az ehhez tartozó kezelést, mert ez szolgálja az ő egészségét. És közben ez pedig egy nagyon álságos megközelítésnek tartjuk, mert nagyon jól tudjuk, hogy milyen kárai származhatnak a gyereknek, és rajta keresztül a szülőnek is ebből a helyzetből. Tehát sokszor pont nem ez szolgálja a gyermeknek az egészségét, és talán pont ez a faramúci helyzet az, ami miatt igyekszünk felhívni a figyelmet erre a világnapra, erre a gyerekjogi egyezményre, meg azt, hogy legalábbis a mi perspektívánkból mit is jelent, mit is takar ez a gyerekek szempontjából. Érdekelne egyébként, hogy amit felsorolt a gyerekek jogai között, az tisztázza ez a törvény, bár az ENSZ-ben nincsenek olyan ravaszak, mint a magyar törvényhozásban, hogy kinek a feladata mindezt biztosítani? Az államnak, az egyháznak, szociális intézményeknek, vagy a családnak, vagy önmagának? Ez meglehetősen pontosan szabályozó, sokkal inkább, mint az ember gondolná, ugyanis ez az alaptörvénynek a részeként, ez teljesen törvényerejű dolog. Ez abszolút jogilag betartandó szabályokról van szó, és ez a mindenkori kormánynak a feladata, hogy ezeknek a pontoknak érvényt szerezzen. És olyannyira így van ez, hogy az ENSZ-nek van kifejezetten egy gyermekjogi bizottsága, akiknek az a feladata, hogy ellenőrizzék ennek az egyezménynek a betartását a tagországoknál. Ők azt csinálják, ez a bizottság jár körbe, és minden évben más országokat vizsgál meg, és megnézi abban az országban, hogy mi a gyermekek jogainak a helyzete, és hogyha kell, akkor orvosolnak, vagy legalábbis benyújtanak ezzel kapcsolatban ugye javítási indítványokat. Néhány évvel ezelőtt volt egyébként Magyarország a soron, és ide is eljött ez a gyermekjogi bizottság, és miután ők gyakran meghallgatnak civileket is ezekben a kérdésekben, így mi is összeállítottunk egy olyan jelentést, amit akkor éppen egy nagyon fontos kérdésnek tartottunk, és el is juttattuk ehhez a bizottsághoz, akik nagyon örültek neki. Ez arról szólt, hogy a tapasztalatunk szerint azok a gyerekek, akik intézetben nevelkednek, tehát nem családi körben, hanem ugye intézetbe kényszerülnek, az ő köreikben többszörösen nagyobb az esélye annak, hogy velük pszichiátriai szereket fognak szedetni, ha valamilyen problémájuk van, mint egy családban élő gyermeknél. De ez most nem is emlékszem egész pontosan a számra, de talán valamilyen négyszeres szorzójú számról van szó, ami egy elég riasztó tendencia. Tehát ez azt jelenti, hogy az intézetben kezelt gyermekeknek nem egy elhanyagolható százalékát pszichiátriai gyógyszerezik, amit nem tartunk jó dolognak, és tulajdonképpen erre hívtuk mi föl ennek a gyerekjogi bizottságnak a figyelmét. Most nemrégben olvastam arról, hogy Magyarországon nevelőszülő hiány van, de alsó hangon is 15-20 ezer gyerek él nevelőszülőknél. Az állam szeretném nekik, és az egyház, mert egyház kezelésben van ez a hálózat, megduplázni ezt a számot. De hát erről a területről van valamilyen információk, hogy nevelőszülőknél mekkora az esély annak, hogy előbb kap egy nyugtatót a gyerek, mint hogy elbeszélgessenek vele? Most sarkítva fogalmaztam persze. Igen, értem. Hát erre konkrét adatokat nem tudok mondani, mert nincsen, ugye ez már tényleg egy kicsit a határterületnek a határterülete, de én azt gondolom, hogy ez azért mindenféleképpen személyfüggő, szülőfüggő, nevelőszülőfüggő. Sajnos lehet hallani olyan esetekről is, amikor valaki csak azért fogad örökbe gyerekeket, mert pénz jár utánuk. És aztán vannak olyanok is természetesen, akik a szívüket, lelküket kiteszik, hogy egy gyermeket egészségben, boldogságban felneveljenek. Ez nagyon egyéni dolog, azt gondolom. Szóval, hát igen, tehát a nevelőszülőknek az egyéni beállítottságától függ szerintem. Akkor lezárásképpen hadd térek vissza egy témára, erre az ENSZ egyezményre, hogy ez akkor, mivel a magyar alkotmányba is beépült alaptörvénye, bocsánat, ez akkor hivatkozási alap lehet például jogi eljárások során?
teljes mértékben, tehát ez abszolút törvényerejű rendelet, hogy aztán ezzel ki mennyire van tisztában és mennyire használja, az már egy más kérdés, illetve vannak egyéb jogi szabályozások is nyilván, amik erre a területre vonatkoznak, de ez, mint nemzetközi jogi egyezmény, ez teljes mértékben törvényerejű. Ugye az alaptörvény, amit régen alkotmánynak hívtunk, ez a legalapvetőbb jogszabályokat fekteti le, tehát amikre alapszik az összes többi, úgyhogy abszolút törvényerejű, erre azt gondolom, hogy teljesen lehet hivatkozni bármely jogi eljárásban is. Dobos János, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.